Egy falatkönyv. Beszélgetések a gasztronómiáról, ételekről, italokról, séfekről és receptekről. A fűszer nagykönyve. Inspiráció izgalmas ízkombinációkhoz. Vendégeim Galácz Márta, a Kotányi Hungária Kft. Ügyvezető igazgatója, és Horváth Gábor, aki korábban a Gold Milo évétterme díjas Gusto étterem konyha főnökeként, jelenleg pedig a séf és a kertész élmény kertészet és kertétterem séfjeként alkot. Egy pillanatra most felejtsük el ezt a könyvet, azt mondd el nekem, hogy mi az a séf és a kertész, mert az nagyon izgalmasan hangzik. Jó estét kívánok mindenkinek! Ez egy szerelemprojekt, 3 éve csináljuk a párommal. Egy vegyszermentes kertünk van a Szentendrei szigeten, és ott állítunk elő adalékmentes termékeket. Ez az egyik lábunk, a kertünk az látogatható, gasztróval, nagyképűen edukációval foglalkozunk a szezonban, és hát imádjuk csinálni a mindennapokban is, és ezt szeretnénk átadni az embereknek. Ezt a fajta lelkesedést, ami a kertben és a konyhában nálunk jelen van minden nap. Mi mindent termesztetek abban? Mekkora ez a kert? Mekkora kertet kell elképzelni? A kert az nem túl nagy, 850 négyzetméter, megvan a saját alszpoétikánk, hogyan is csináljuk, nem ásunk, felülről tápláljuk a földet. Ami ott szeret megnőni, azt hagyjuk. Azért is, mert az ott jó neki, ami meg nem volt jó, nem szerette, azt meg elengedtük. Hál' Istennek ezek azok a növények, amit az emberek egyébként szeretnek Magyarországon, és érdemes belőlük termékeket is gyártani. És hogyha kapcsolódunk a fűszerekhez, hát rengeteg fűszert termesztünk, és van köztük bizony nagyon sok olyan, ami Magyarországon úgy gondoltuk, vagy úgy gondolják az emberek, hogy az nem terem meg, viszont bírják ezt a klímát, és a tenyészidejük pont annyi ideig tart, hogy mondjuk egy kurkuma, egy galangál, egy gyömbér, egy indiai citromfű, rengeteg zöld fűszernövény Dél-Amerikából, ami kihúzza a nyár végéig, és csodálatos ételeket tudunk magunknak csinálni belőle. Nekünk vintage-es kurkumáink vannak otthon leporítva. Most már 3. éve pont elég annyi, hogy abból magunknak tudjuk főzni a különböző ételeket. És a koriandert is hagyjuk mindig fölmagzani, pontosan azért, hogyha jönnek a vendégek tavasz végén, nyárén, akkor azt látják, hogy nem az a kis zöld levelecske van, hanem már bizony ott van benne a magtokban a kis termés. És hát abból is ilyen elég látható mennyiséget születeltünk le nyáron, 2 ilyen nagy tállal lett, amiből megfőzzük azokat a paradicsommártásokat, amiben ez való többek között. Meg a rengeteg más fűszer, amit majd szerintem szóba hozunk majd, hogy miért kerül fahéj például egy paradicsommártásba, és miért is jó az oda. A könyvvel kapcsolatban, ugye az eredeti könyv, az Dr. Stuart Farimon alkotása, amire a HVG lecsapott, ugye ők a HVG-nak ez a kis csapata, akik a HVG könyvek közül a gasztróval foglalkoznak, járják a külföldi könyvbemutatókat és könyvkiállításokat, és akkor egyből rácsaptak erre a könyvre. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly világhírű könyv, és a Kotányi támogatásával magyarul is megjelent. Ez most már a sokadik kiadás, ugye? Jól tudom, Márti? A második, igen. Második kiadás, már sokadik, tehát egy gasztróval foglalkozó könyvnél az, hogy második kiadást is megéri, szerintem az egy nagy szó. És ebben van egy nagyon-nagyon jó mondás, amit én így személyesen, így, hogy mondjam, tehát én ezt így a zászlomra vartam, ami úgy szól, hogy fűszerek nélkül főzni olyan, mint szimfóniát írni vonósok nélkül. Most aki egy kicsit is konyít a zenéhez, vagy már valaha az életében hallott szimfóniát, az tudja, hogy vonósok nélkül elég nehéz lenne a dobot meg a zongorát végighallgatni. Tehát te mit gondolsz erről? Te fűszer, nyilván fűszerrajongó vagy, de hogy szerinted is a fűszereknek ekkora szerepe van az étkezésben? Hogyne, természetesen. Persze vannak olyan ételek, amihez nem kell túl sok fűszer. A legegyszerűbb eketáns példa a mozzarella caprese, kell hozzá friss bazsalikumlevél, de ott is megvan a szerepe minden
hozzáadott növénynek, vagy éppen a sajtnak, hogy azból egy kerek étel kerekedjen, és nem beszélve a jó minőségű olajról. Ja, de hogyha azt mondjuk, hogy a bazsalikom, az majd mondhatjuk, hogy az is fűszer. Az fűszer, persze, az logikus, hogy fűszer, hogy nem töménytelen, nem úgy, mint egy indiai köribe, hogy mondjuk 8-10-12 féle száraz fűszer van lepirítva, a különlegeseket ne is említsük, hanem így is lehet elérni egyébként nagyszerű eredményt, és hogyha a fűszerekről beszéltek, ugye vannak ezek az igazi fűszerek, amiket mi szárítva használunk, vagy ismerünk, vagy a nagy világban oly kedvesen és sokat használják az emberek, de azért ne feledkezzünk el, hogy valóban a zöld fűszerekről, amit egyébként a fűszer maga is jelent, hogy zöld levelekből készítünk ételeket. Ez a könyv nem is erre tér ki igazán, hanem éppen a száraz fűszerekre, meg szerintem vannak olyan közvetett fűszerek, amiket nem feltétlenül fűszerként használunk, de mégis sokat hozzátesz az íz komplex széttételéhez, az étel teljes ételéhez. Mondjuk vannak ilyen természetes, most nagyképű lesz ez a szó, umami, amit nagyon divatosan használnak egyébként az elmúlt 20-30 évben. Ki tudja, mi az az umami? Ott, kettő, három, majdnem mindenki tud, minden csapatban van valaki, aki tudja. Ugye ez egy íz, amit nagyon nehéz is körberajzolni. Ugye van a sós, édes, savanyú, keserű, és az umami az az úgynevezett ötödik íz. És nem ennek az együtt hatója, hanem egy teljesé teszi az ételeket, és persze ebből van kemikália is, és vannak a természetben megtalálhatók, és egyébként mi is rendszeresen eszünk ilyet, csak éppen nem foglalkozunk vele, hogy az például olyan, ilyen például a parmezán jellegű sajtok, akár a pecorino is, aminek jó erőteljes íze van. Ilyen az a szalt paradicsom. Önmagában a paradicsom is egy umami, ha mondjuk jó savas és édes, és mondjuk nyáron szedjük le a fültől, és nem Hollandiából hozzák februárban, és ha mondjuk ezt eltesszük egy igazán jó extra szűz olívolajba, és ott hagyjuk mondjuk a kamrában 3 évig, akkor ott valami elképesztő játékok zajlanak le, és hogyha ezt tesszük bele egy ételbe, akkor tényleg más szintre, más polcra emeli azt az ételt, és ilyenek mondjuk a rúzsos sajtok is, mondjuk a magyar pápusztai. Ilyen a szardella filé. És lehetne ezeket sorolni, amiket nem veszünk. Vagy például az érlelt marha hús, ugye abban is ilyen umami íz jön. Főleg a fagyús része. Így van. Így van. Hát most már egész nap az derül ki, hogy ez hogy főzni, oké, persze főzünk meg, meg is esszük, de hogy ez az egész azért mégiscsak egy nagyon komoly tudomány, és ennek két komoly képviselőjével beszélgetni. Most nekem tényleg vacog a térdem. De hogy mert ugye annál is inkább, mert én is így a gasztróba elkezdtem így nyüzsögni, de hát ez nekem mindig nagy élmény, meg hát ezeket a könyveket, minden egyes könyvet, különösen ezt a fűszer nagy könyvét, ezt éjjel-nappal forgatom, meg használom. De ez a könyv egyébként azt is megmutatja, hogy ez valóban tényleg maga, most eltekintünk az egésztől, hogy ételek, meg ilyen alapanyag, meg olyan alapanyag, már csak maga a fűszer, az is egy tudomány. Igaz, Márti? Hogy látod te ezt? Szerintem az a különleges ebben a könyvben, hogy nem arról szól, hogy mi a története a fűszernek, vagy éppen hogy használjuk a fűszereket, hanem az egészet rendszerbe foglalja, és ahogy az ember ezt olvassa, ezt a könyvet, tehát előjönnek ugye a kémiai alapok, amit az iskolában az ember megtanult, és általában utálták a kémiát a legtöbben, akik az iskolába jártak. Én különösen imádtam egyébként a kémiát, de azért jó ez a könyv, mert csinál egy nagyon érdekes rendszert, olyan, mintha egy kicsit egy ilyen kottát adna ehhez a szimfóniához szerintem. És az ízanyagok alapján 12 típust állít föl a fűszereknél, majd ezeket szépen besorolja, és megpróbálja elmagyarázni, hogy miért illik össze különböző fűszer, miért illenek össze bizonyos fűszerek egymással, vagy hogyan tudja kiegészíteni az alapízeket, és arról beszél, és segít nekünk, hogy nagyon kreatívak legyünk. Tehát az alapokat teljesen tisztába szedi, rendszerbe szedi, majd utána pedig felszólít arra, hogy hogyan legyünk nagyon kreatívak ezzel. Olyan kicsit, mint az én szakmámból, mint volt a dogma mozgalom a 90-es években, ami arról szólt, hogy tizenvalahány ilyen szabály volt, amit be kellett tartani. Ezt a Lars von Trier nevű rendező, bizonyára mindenki ismeri a nevét, és az ő ilyen alkotói köre hozták létre. És az arról szólt, hogy amikor egyszer csak így elkezdtek megcsömörleni azoktól a filmektől, amiben nagyon sok technika van, meg minden, hogy akkor azt mondták, hogy na jó, térjünk vissza az alapokhoz, hogy
a kamerát csak kézben, nem szabad letenni statívra, csak kézben lehet használni. Nem szólhat bármilyen érzelmeket erősítő zene. Csak akkor szólhat zene a filmben, hogyha éppen látjuk, hogy abból a rádióból, ami a jelenetben is benne van, szól a zene, vagy az automagnóból. Nem történhet benne gyilkosság, nem lehet benne fegyver, stb. Stb. Hoztak ilyen szabályokat, és nagyon izgalmas filmek születtek. És azért nevezték el dogmának, ami ugye a dogma az egy kicsit ilyen pejoratív szó. Az, dogma, betokosodott, beporosodott régi szabályok. De pont azért nevezték el dogmának, hogy ők is arra sarkalták a filmkészítőket, hogy gondolják végig, hogy mik az alapok, és utána ezeket a szabályokat, persze, ezek nincsen kőbevésve, fel kell őket rúgni, persze, hogyha ha állványra van szükséged, akkor tedd rá az állványra, vagy hogyha külön érzelemfokozó zenére van szükséged, akkor tegyél hozzá zenét, csak ne felejtsd el, hogy mik az alapok, valami ilyesmi ez a fűszereknél is. Abszolút, és ez a könyv, ez zseniális, tehát ez létrehozza a fűszereknek a periódusos rendszerét, és teljesen rá lehet ismerni a hagyományos periódusos rendszerre, és szerintem akkor lehet kreatívan dolgozni, hogyha az ember ismeri az alapokat. Tehát akkor tud igazán jól főzni az ember, hogyha ismeri az alapokat, és utána lehet ezzel a tudással kreatívvá válni. Tehát annyira, mondom, hogy ezt most én vizuálisan meg is mutatom, igen. Tehát tényleg úgy néz ki, mint egy, valóban úgy néz ki, mint rémálmaimban előjövő kémia órán, ahol ott unatkoztunk, de ez valami annyira izgalmas, hogy ez letehetetlen. És akkor az ember elkezd matekozni, hogy akkor hú, akkor ez hogy is van, meg mik az összefüggések. Nagyon izgalmas. És utána ezt részletesen kifejti, és utána ad ötleteket arra, hogy ezek az úgynevezett fenolokat tartalmazó, vagy terpéneket tartalmazó fűszer, aminek ugye ez az alapja, ezeket az ízeket tartalmazza, hogy ezeket hogyan párosítsuk, vagy hogyan hozzuk elő. Tehát általában ezek az illóolajok egyébként, vagy az ízanyagok, ezek olajban oldódóak, legtöbbje, nagyon kevés, ami vízben oldódó, illetve hogyha hevítéssel segítjük elő azt, hogy előjöjjenek az ízek, tehát erre is külön minden egyes bemutatott fűszernél ezekre tippeket ad. És ebben a könyvben ez zseniális. De a hevítés is, hevítés és hevítés között is azért van különbség. Tehát például mondjuk egy steaket az ember nem borsoz meg, mielőtt megsüti, hanem utána borsozza meg, mert megégeti a borsot. Sőt, tovább megyek, hogyha igazán jó minőségű hússal dolgozol, akkor még a bors sem kell feltétlenül hozzá. Maximum, hogyha tényleg valami kis pluszt akarsz úgy hozzáadni, de a hús ízét nem is érdemes nagyon mással. Na ennek nagyon örülök, mert most én megerősítést nyertem, hogy én is abban hiszek, hogy az ízeket fel kell építeni, és a fűszerek, még akkor is, hogyha itt most azt mondtuk, hogy mint ahogy itt mondtam, ezt a bombót ebből a könyvből, hogy fűszerek nélkül főzni olyan, mint szimfóniát írni, vonósok nélkül, hogy nem mindegy, hogy hova helyezed el a vonósokat. Tehát az nagyon fontos, hogy hol vannak. Tehát az ízeket fel kell építeni, egy húst az ember megsózza, megsüti, és akkor mellé készít egy mártást, mellé készít, vagy adott esetben korábban bepácolja, ugyanaz nagyon sokféle pácolási mód van, de a fűszerek azok igazából az ételeknek nem biztos, hogy, javítsatok ki, hogyha tévedek, de nem biztos, hogy a fűszereknek kell lenni az ételnek a koronája, vagy a főszereplője, vagy a nem tudom milyen, hanem azok inkább olyanoknak kell lennie, mint egy ilyen, mint a parfümnél vannak az illatok, hogy van a fej illat, meg a korona, meg a szív illat, meg a nem tudom mi. Tehát van a fő illat, az mondjuk egy steak esetében az maga a húsnak, ez a jó sós íze, és a fűszerek azok meg ilyen keretbe foglalják, vagy egy ilyen foglalatba helyezik. Nagyon-nagyon fontos szerepük van. Egyébként a leghétköznapibb fűszer, az fűszer, vagy nem tudom, lehet annak nevezni, az nyilván a só. És hogyha hivatalosan nem nevezik fűszernek, ízesítőnek szoktuk ízesítő. Utánultuk a iskolában. Vagy ízfokozó. Tehát a cukor csak azt oda akartam kiukadni, hogyha mondjuk egy só hiányzik az ételből, akkor az mennyire tud hiányozni. Ez rett keserves, hogyha valami sótlan. És ugyanígy egy bizonyos ételnek, aminek mit tudom én, a kömény maga jellemzője, vagy a bors, és az hiányzik belőle, az kimarad, akkor ugyanolyan élményünk van, mint hogyha sótlanul ennénk az ételt. Nem is biztos, hogy mindig rájövünk, hogy mi hiányzik belőle. Valami hiányzik, valamit még, valami ott az emlékeinkből még valami.
ami hiányzik. Az ízek, meg ezek az illatoromák, ezek nagyon-nagyon-nagyon erősen hatnak az emlékezetre, és nagyon erősen hatnak az érzelmeinkre. És ebből a könyvből szerintem ez is kiderül, hogy ennek egyébként mi a, tehát hogyan lehet, mivel lehet párosítani, úgy, és hogyan lehet manipulálni az embereknek az érzelmeit vele. Az nagyon vicces, ahogy mondtad, hogy emlékeket hoz föl, és a könyv ez ebből a szempontból is elég érdekes, hogy a különböző fűszer régiókat mutatja be, és a régiókhoz, illetve az országokhoz az ízeket hozzá társítja. Hát például Törökországról azt mondja, hogy friss, lágy és füstös. És a legjellemzőbb fűszereken keresztül végigvezet egy kicsit a fűszer történeten, vagy Libanon például az élénk, meleg és ánizsos. És ezek rögtön felhoznak emlékeket, ha valaki járt ott, akkor azonnal beugranak bizonyos pillanatok az ott töltött idő, ahogy az ember meg végig gondolja és rájön ezekre az illatokra. Gábor, neked mi az a fűszer, amin nélkül te nem tudod elképzelni az életedet? Tudtam, hogy fölteszem majd ilyen kérdést, meg a kedvenc kaját is, fogalmam sincsen. Nagyon sok fűszert szeretek használni. Én nagyon sok országban nem jártam, számos országban jártam, vagy régióban, és valóban ezek az emlékek tényleg előjönnek, ha nem is pontosan attól, ami a címszó alatt szerepel, hogy mit sugal az az ország fűszere, vagy fűszerei, de tényleg olyan markánsan benne vannak az emberben, és amit most nagyon szeretek, az az indiai konyha. Főleg így télen, és a kertből jövő téli zöldségek, paszternák, sütőtök, cékla, lilahagyma, és ezekkel főzni olyan mély dolgokat, amik ezekkel a fűszerekkel elképesztő világban repíti egyébként azt a vacsorát, meg azt az embert is, és ahogy mondod, valóban kiegészítőként használja az ember a fűszereket, és nem elnyomjuk a sütőtöknek azt a kellemesen karamellizált édes kis ízét, hanem pontosan egy másik dimenzióba helyezzük azzal, hogy akár egy táj citromnádal, vagy pontosan egy indiai citromnádal, ahogy hivatalosan is nevezik, és ahol a rengeteg fűszer, amit mondjuk egy házi köripasztát csinálsz otthon, a lepirított római kömény, és a többi, és a többivel, és ez úgy használható sok mindenre, levesekhez, lapos kenyérhez, sütéshez, megkenéshez, de valami annyira más ad az embernek egy hétfő estén, mondjuk egy sütőtök meg egy lilahagyma mellé, hogy valami elképesztő tud lenni. Tehát mondjuk ezzel egy baj van ezzel a könyvben, hogy azonnal, tehát ezt csak egy konyhába szabad kinyitni. Mert ha kinyitod, akkor azonnal el akarsz kezdeni főzni. Tehát ki akarod próbálni, hogy a vanília a borssal, az hogy működik együtt. Azonnal ki akarod próbálni, hogy a fahéj a, nem tudom én, a csillagánizsal, hogy működik. Hogy ez, fölfedezed az összefüggéseket benne, akkor azonnal valamit akarsz alkotni. Tehát ez valami olyan, egy ilyen kerozén az ember kreativitás után való vágyának, hogy nagyon nehéz kikerülni azt, hogy az ember rögtön falkanalat ragadjon. Márti, azt tudom, hogy neked is van kerted. Te mit termesztesz? Nekem van kertem, de nem vagyok olyan profi. És az egyet, ami én nagyon imádok, az a koriander, de zölden. És például azt megpróbáltam, nem voltam túl sikeres. Tehát, hogy minimális maradt meg. Illetve ilyen nagyon alap dolgokat, de például babéron van, zsáján van, tehát ezek azért viszonylag könnyebben termeszthetők. És én most kezdem ezt a kertészkedést egy kicsit jobban odafigyelve csinálni. Nekem vannak állataim is, és akkor próbálom így a kettőt össze dolgozni, és majd valószínű, hogy ebből a könyvből megtanulom, hogy hogyan kell jól megcsinálni, de nálam a körforgás megvan, mert majd a lovaktól be tudom húzni a megfelelő trágyát a kertészkedéshez, és egy ilyet szeretnék én is megcsinálni, és legfőképpen azért, mert egy kicsit lusta vagyok, és nem szeretek például ásni. És ez a tavaszi fölásás, ezt például nem bírom el. Nem kell. És most megtanultam, hogy már én is hallottam, hogy van ilyen, hogy nem kell, és ez nagyon tetszik, hogy nem kell. Nekem pláne tetszik. És most felejtsük el, hogy te vagy a Kotányinak az ügyvezető igazgatója. Mondd meg azt a fűszert, hogy mi az, amit rá sem bírsz nézni. Nem bírod a szagát se. Nagyon sokáig ilyen volt a római kömény.
És most szeretem. De arra úgy, hogy ilyet kérdezik. De a római kömény azt, hogyha megszagolom, az szörnyű. De az hogy lehet? Nekem például pont a római kömény az, amit nem tudtam, hogy mi az. Valahogy, ez is nagyon régen volt, vagy 30 évvel ezelőtt. Egyszer valahol külföldön ettem egy sajtot, amiben most már tudom, hogy római kömény volt. És azt mondtam, hogy mi ez az íz? Akarom. De hát akkor még nem voltam római kömény, még Kotányiba se, vagy nem tudom. Igen, később. És akkor valamikor egyszer, mikor jelent meg? Kotányiba mikor jelent meg? Hát 93 óta vagyunk, de szerintem ilyen 95-6 környéke volt, amikor először elkezdtünk. Nagyon lassan tudtuk bővíteni a portfóliót egyébként, pontosan ezért. Aha. Mert nagyon sok fűszer itthon nem volt használatos. Nem volt ismert, meg nem volt használatban. És én emlékszem a pillanatra, amikor egyszer csak így olvastam, hogy lehet, hogy pont Kotányi volt, most nem akarok hülyeskedni, de hogy római kömény, mi az a római kömény, muti. És abban a pillanatban, amikor kinyitottam az acskót, és megcsapott az az illat, és amiről már sokat beszélünk, hogy meg följött az az emlék, hogy ez az az aroma, ez az az íz, amit én valamikor egyszer évekkel azelőtt tapasztaltam, hát ez az. És nekem az a személyesen az a kedvencem. Hát a római köményt, hogyha megszagolom, nekem Budapest nyár, 7-es busz tömbe. Szörnyű. Tehát, hogy az az illat, az katasztrófa. Viszont, hogyha meg ízlelem, az megint egy másik élmény, és egy nagyon jó élmény. Tehát azt úgy szoktam csinálni, hogy azt nem szabad szagolgatni, azt be kell keverni az ételbe, és akkor viszont zseniális. Van egy jó hírem, egyébként megterem Magyarországon is a római kömény. Nem mondtad. Nálunk a kertben is van. Nem mondtad komolyan. Az ellenfélékhez. Adjál magot. De tényleg, az egyébként az működik úgy, hogy az ember vesz egy tasak római köményt, és akkor elültetés. Van olyan, nagyon sok olyan van egyébként, igen, például abban a félék a bungóban, az nálunk úgy nő, hogy megvettük azt a kis 10 dekás zacskót az Ósamba, beletéve a kis vatta közé, kicsirázott pár óra alatt, és már ment is be egyébként az ültető ládába. Nagyon sok ilyen működik. Nálunk így szokott, az elsőbe így jött be a gyömbér is, meg a galangár is. Olyan galangárt kellett keresni, mint volt egy kis ügykezdemény, és akkor le is tudott indulni szépen, és most már minden évben van sajátunk belőle. Egyébként a fűszerekkel kapcsolatban neked van olyan, amire esküszöl, hogy azt csak frissen, azt meg csak szárítva, azt meg hogyne, csak így? Hogyne, persze, hát a bazsalikomot. Azt nem szabad szárítva használni, elnézést. Jó, hát erre biztos egész lesz egy-két szabad, mert én azért megmondom, hogy én kóstoltam olyan bazsalikomot, amikor tányi termék. Mire használjuk, általában azt frissen használjuk, és akkor inkább másképp fogalmazom meg a párhuzamot. Vannak olyan fűszerek, amik frissen, teljesen más arcukat mutatják, és nálunk a kertben, amikor gasztrózunk vagy kertlátogatás van, és ott van közt ilyen ismeretterjesztő játék is, 6 féle zsája, 8 féle kakukkfű, és van közt egy olyan növény is, amit az emberek általában ismernek, és a legvégén kérjük, hogy kóstolják meg őt. És persze van, aki ismeri, mert otthon van a kertjében, de egyébként nem ezt az ízt ismeri, és ilyen a tárkony például. Hogy a tárkonynak olyan erős ániz íze van a frissnek, hogy a szárítottnak teljesen más egyébként az aroma világa, és van egy-kettő ilyen is oda-vissza játékban is. Az oregano is ilyen. Az oregano szárítva sokkal-sokkal aromásabb, és sokkal jobban használják, nem böltön abban csinálják a pizzaszószokat, meg a focacciát is, és nem a friss oregánóval. És egyébként a friss oregano az jó valamire? Persze, azt használjuk a mártásokba, a nyári mártásokba, csak más íze van, másképp jön ki belőle az oregano íz, kicsivel többet kell használni, mint a 10-szer annyi. Nektek van valami különleges eljárásotok most már, amivel valami nagyon különleges módon tudjátok úgy szárítani valahogy ezeket a zöld fűszereket, amiket egyébként frissen a legjobb fogyasztani, hogy egészen meglepően valahogy sikerül megőrizni az aromáját. Annak mi a titka? Most tessék, akkor most áruld el, hogy annak mi a titka. Igen, ez a technológia kérdése. Ez a fagyasztva szárítás technológiája, amivel a legjobban meg tudjuk őrizni ezeket az illóolajokat, amitől különleges lesz, és a normál szárítás folyamán bizony, ugyanúgy, ahogy mi is tapasztaljuk, hogyha nyitva hagyjuk az acskót és nem zárjuk vissza, hogy elillannak ezek az illóolajok, azért hívjuk illóolajoknak, viszont a fagyasztva szárítás folyamán, amikor először lefagyasztjuk és úgy szárítjuk, meg kvázi kivonjuk belőle a vizet, az illóolajoknak a legnagyobb része, és a vitaminoknak is egyébként a legnagyobb része ennél a technológiánál megmarad. És ezért használják, ez egy nagyon jó, nagyon drága
technológia, de egy nagyon jó tartósító technológia, mindenféle adalék és egyéb, és elszám nélkül. Zseniális az ebből készített szárított zöld fűszer. Mi az a párosítás, ami akár abban a könyvben, akár egyáltalán jártottban, keltettben a világban így meglepett téged, hogy hú, ezt a fűszert erre is lehet használni? Igazság szerint a fahénnak a jelenléte néhány paradicsomos szószban például, az nekem nagyon furcsa, vagy pedig amin én mindig meglepődöm, a chili con carne és a kakaó. Aha. Tehát, hogy én nagyon sokáig nem tudtam, nem vagyok egy nagy szakács. Mostani időkben azért jobban elkezdtem főzni, de a chili con carne-ben, hogy valaki kakaót rak, azon én mindig meglepődtem, és akkor akik tudnak főzni, azok mind mondták, hogy ez teljesen természetes. Vagy fekete csokit, ugye, ami nyilván egy kakaó származék. Neked van valami olyan trükköd, amivel úgy azt mond, amire azt mondod, hogy nekem van például egy, azt majd mindjárt elmondom, hát ha neked is van egy izgalmas, hogy nem tudom, miben teszek egy kis ízét, és akkor ami nem jutna másnak eszébe. Biztos, hogy van ilyen, és nem a nagy képűség beszél az emberből, de tényleg a kertben annyi mindent készítünk. Van egy ilyen signature desszertünk, ha megint lehetek ilyen nagy szájú. Kénytelenek vagyunk egészen tavasztól, ameddig a kertlátogatások vannak, mert annyira tetszik az embereknek ez a jópofaság. Ugye mi zöldségekkel foglalkozunk, és a zöldségből készülnek a desszertek is, és van egy sóskával készült pannakotta, amiben, és azért van a játék folyamán oda készítve a tárkony, hogy kóstolják meg azt az Áni Zsozsist, hogy fölismeri ki a desszertben például, és a sóska mellé tárkony tesztünk, meg Áni Zsizsópot. És az Áni Zsizsóp is szintén egy Áni Zsos ízű, de egy édeskés fűszer, és a sóskának az a savassága adja egyébként ennek a desszertnek a frissítő jellegét. A tejtermék ugye lekerekíti, és ezek a fűszerek meg egy olyan világba viszik el, amit ugye a sóskához az ember végképp nem gondolna. És ehhez adunk egy kis fehér csokit, meg van piros gyümölcsöt, és valami orbitális, tényleg ilyen eszeveszett játék kezdődik az ember szájába. Na ez nem mindennapi sztori szerintem. Sóskát pannakottában, haver. Nem emlékszem már pontosan, hogy melyik Woody Allen film, az jutott eszembe róla. Woody Allen volt egyszer, valamelyik, nem emlékszem, hogy melyik filmben, hogy fogott így egy ilyen homárt, és akkor így megfordított, ami alulról tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen Alien címben, vagy Alien című filmben egy ilyen szörnyű bogár, vagy nem tudom micsoda, és így ránézett, és azt mondja, hogy ki volt az első ember, aki azt mondta, hogy ez biztos finom lehet, ezt megkóstolom, hogy kinek jutott eszébe, hogy ez hogy jutott? Ülsz otthon, és azt mondod, hogy ki kéne valamit, hallod, nem teszünk egy kis sóskát a pannakottába? Ez hogy jön ez az ötlet? Hát az régi, hát még az étteremben csináltam először ezt, és a sóska ízesítő volt egy fenyőrügyes zöld almás szorbé mellé, hogy az a kis citrusos gyantaságot még emelje a savat hozzá. Ugye ami nagyon-nagyon fontos, amiről nem beszéltünk, hogy a fűszerezésnél nagyon fontos, hogy az egyensúly, és általában, vagyis hát majd, hogy nem mindig, az ételbe tett savak életre keltik az alapanyagokat. A sav ugye az lehet egy citrom, lehet egy gyümölcs, mondjuk egy málna, egy gránátalma, lehet egy finom ecet is, és a sóska így került bele, és abból fejlesztettem ki, fejlődött ki saját utat járva, hogy a szorbéból lett egy pannakotta. Na tessék, tényleg ez ilyen, ez valami ilyen elképesztő, hogy az ember nem is gondolná. Amit én akartam mondani, nekem az, hogy amikor felfedeztem, hogyha vaníliát lehet tenni sós cuccokhoz, tehát például vaníliás kacsamell, most ezt csak úgy mondom, vanília, bors, és akkor valami isteni finom, hogy megjelenik valami olyan íz, amit, vagy egy olyan aroma, amit ismerek, tudom, és nem is biztos, hogy rögtön elsőre az ember meg tudja mondani, hogy ja, aha, ez vaníliát raktál bele, hanem azt fogják mondani, hogy te mi ez, mit raktál bele? Valami, egy olyan dolog, ami egyébként a vanília ma már ugye hétköznapi, de hogy valami olyan helyre kerül, és egyébként ehhez ad nagyon-nagyon sok segítséget a könyv, hogy olyan oldaláról is meg tud mutatkozni, mondjuk egy vanília, amit az ember, hogy csak így kimondom a szót, hogy vanília, olyan a szavaknak olyan a varázsa, mint hogy kimondom azt, hogy citrom, akkor mindenkinek megindul a nyála. A vaníliától is rögtön elkezd mindenki asszociálni arra a fura ilyen hátul, így a nyúltagyba fölmerülő ilyen édeskés aromára.
hogy ismerjük, tudjuk, van róla egy csomó emlékünk, de hogyha valami más környezetben találkozunk vele, akkor egészen meglepően új oldalát tudja bemutatni. És ez az, amiről Márti beszélt itt ezekkel a párosításokkal. Mi a terv? Mik a terveitek? Neked mi az, amit még te most mi az, amit te még azt mondod, hogy azt nem halok meg, amíg azt még el nem érem, akár a Kottányinál, akár a kertemben, akár az életemben, addig a mi az, amit úgy érzed, hogy most azt a következő lépés kell, hogy legyen most neked. Ami izgat, amit keresel, amire kíváncsi vagy. Ez nagyon jó kérdés. Köszönöm szépen. Igazán nem számítottam rá. Valójában szerintem én nekem elmaradt az utazás az életemben, hogy különleges helyekre elutazzak, és nagyon izgatnak ezek ezeknek a helyeknek az íze, az ízvilága, hogy megkóstolni egy kicsit. Tehát ez a felzabáltuk Amerikát, meg felzabáltuk Olaszországot. Tehát egy kicsit egy ilyenfajta utazás, amikor az élményt összetudom majd kötni az ízekkel. Uh-huh. Ez hiányzik nekem, és most már a gyerekeim annyi idősek, hogy el tudunk menni együtt, és értékelni is fogják. Gábor, neked mi az, ami úgy izgat, ami azt érzed, hogy olyan sok mindent alkottál, mert olyan sok mindenen túl vagy. Mi az, amit még nem tudsz, ami izgat, amire kíváncsi vagy? Hát, ha folytathatjuk ezt, a főzés mindenképpen, és nekem ez egy nagyon bekattan dolog lett, ez a zöldséges, erősödő része a gasztrónak. Az étteremben is mindig az volt a prioritás, hogy minőségi alapanyagokkal dolgozunk, ez teljesen természetes volt egy olyan étteremben, és mi is nagyon sokat jártuk a világot. Tehát hál' Istennek a tulajdonosi kör az olyan volt, hogy akkor vittek is minket, és ezért nagyon sokat beleszagoltunk. Főleg Európában jártunk olyan éttermekbe, olyan régiókba, az embernek az állal leesett, hogy mennyivel előbbre járnak, mint mondjuk mi. És ebből kiindulva az ember csak gyűjtötte az inspirációt, mert tényleg ez olyan 30 év lemaradásunk volt, talán már annyi nincsen a nagyvilághoz képest, és ebben bizony nagyon sokat kéne utazni, ami egy nagy szerelem is egyébként, hogy elmész és hedonista módon, jó értelembe vett hedonista módon bele fejest ugrasz abba a világba, ami az előző beszélgetéskor akár Görögország, de mondjuk ha ez Dél-Kelet-Ázsia, akkor sincs miről beszélni. Tehát ezt mindenféleképpen nagyon szeretném, és megmutatni magunkat az embereknek, hogy milyen érdekes dolgokat lehet tenni egyébként a tányérra, és most visszacsatolhatok még egy apróságra, egy ilyen különleges dolog. Ugye Észak-Afrikában, Marokkóban csinálják a sós citromot, ami náluk egy, hát ha nem is umami, de egy nagyon komoly delikátesz. Egy hónapig tartják sóba és citromlébe az ő kezeletlen citromukat, és ők ezt a fűszert, ugye csak a sárga héját használják, és sós ételekbe teszik bele a tajinba, a különböző kuszkuszukba, és nem kell bele sok grammokról beszélünk egy adagban, mert annyira különleges íze van, és annyira fölemel egyébként az ételnek az értékét, és hogy ezt nálunk is meg lehet tenni, hiszen nekünk is van a kertben kezeletlen citromunk. Egy 30 éves fáról szoktuk szüretelni, és az egyik ilyen legkedvesebb játék, hogy madártejbe teszem bele, és mondjuk a habcsókot is hozzá enyhén balzsamecettel és sóval készítem, és ezáltal a madártej vaníliás krém olyan ízeket kap ettől a sós, pikáns ízű, fanyar ízű sós citromtól, hogy valami hihetetlen, és ha mellé teszünk egy kicsit ásványos savas rebarbarát, úgy tavasz végén, akkor valami hihetetlen módon mást kapunk, mint egy unalomig ismert szamócával csinálnánk ezt a madártejet. Neked van ugye az ilyen nagy menő séfek, ilyen világhírű, nagyon nagy séfek. Arról jutott eszembe, hogy feltegyem ezt a kérdést, hogy mondtad, hogy bizonyos helyeken tátott szájjal néztetek, hogy mennyire le vagyunk maradva. De van olyan séf neked, akire azt mondod, hogy fú, ő az. Persze, hogy van. Mint hogy neked van kedvenc filmszínészed vagy rendezőt. Persze, én is. Csodálattal tudja nézni az ember. Mondjuk ezeket a három is lencsilagos éttermek azért nem a földön járnak, és azért ez nem az átlagot képviseli, és ez egy kicsit már túl van tolva szerintem minden szempontból is. De ami biztos, hogy ezek a Forma 1-es versenyzők, ezek a három csillagosok, azért olyan technológiákat, meg olyan tudást hordoznak magukba, amit továbbadva előbb-utóbb leképeződik
házi asszonyokhoz is, mint például, hogy otthon is tudunk már szuvidálni, és nyilván ez nem csak onnan jön, hanem a tudomány részéről is, de azért sok minden elérkezik a háztartásokba is, amit lehet, és visszatérve a kérdésedre, nekem az egyik kedvenc séfem egy amerikai séf, most fog bezárni az étterme, 2-3 éve kapták meg a 3. Michelin csillagot, és ő inkább személy szerint emberileg nagyon-nagyon-nagyon kedves nekem, bár nem találkoztunk, de a kajái, nyilván megvan a szakácskönyve. Ki ő is? David Kincsnek hívják, és a Máréze nevű étterem volt, vagyis az övé. És azt nem tudom még, hogy miért zárják be december 30-as, vagy január 1-én az éttermet, de ennek az embernek szintén fúziós konyhája van, nagyon komoly francia és japán gyökerekkel bír, és persze mindent a tengerből, meg a saját kertjéből visz be az étterembe, de nagyon hiteles egyébként, és amit lehet látni, hogy lelke van az ételnek, amit az előbb beszélgetésben te említettél. És ez nagyon-nagyon átjön ebből a könyvből, meg a megnézett fellépéseiből is, hogy milyen szépen csinálja ezt az egészet. Én személyes kedvencem egyébként, aki így a pont ilyen meglepő párosításokat hoz létre, adott esetben vagy fűszerekkel, vagy más ízekkel, az nekem a Heston Blumenthal. Azaz. Na őt is szerettem volna említeni majd. Hát a Heston Blumenthal, aki, és ott nekem az volt meglepő, hogy például tőle tanultam, igen, tehát őt láttam, hogy ilyet csinál, hogy a csokoládét keveri a roquefort sajt. Abban is, meg a fehér csokit a kaviára. A fehér csokit a kaviára. És ezt tudod, hogy honnan jött egyébként? Hogy találta ő ki? Hogy a tudományt, ugye említetted a táblázatot, ő volt az első séf a világon, aki túllépett azon, hogy akkor kóstolunk és főzünk, és kinyitunk egy másik szakácskönyvet, a tudományt. A svájci, igen, mert ő elvégezte a kémiát is, tehát ő a kémia szakra is jelentkezett. És Svájcban van valami intézet, ahol így az aromáknak a... Tehát egy ilyen spektrumot állítanak föl, hogy mivel passzol. Így van. És felállított egy laboratóriumot a feddák háta mögötti udvarban, és ott komoly kémiával és fizikával foglalkozó embereket alkalmazott, és ők nem azt nézték, hogy jaj, de finom egymással ez meg ez, hanem megnézték, hogy milyen emésztő nedbekkelnek ehhez, milyen ízlelés van akkor, amikor ilyet eszel, és így jöttek ezek a szokatlan párosítások, hogy fehér csokoládé kaviárral. És ez azóta ez ilyen szállóigévé vált, és ő volt az első ilyen séf. Azóta megjelent ugye a Noma Dániában is számos ilyen étterem, aki abból lett egyébként világhírű és újító és előremutató, hogy a tudományt nagyon masszívan behívta a konyhájába, és ez a mai napig is tart egyébként ez a fejlődés. Hát és ennek egyik bizonyítéka ez a könyv, ami tényleg egy ilyen tényleg tudományos alapossággal, de közben emészthető és otthon is kipróbálható és gyakorlattá varázsolható módon mutatja be a fűszereket. Mondj egy újdonságot a kotányi polcról. Mondj egy olyat, én tudok, hogyha neked hirtelen nem teszed be, meggondolom, neked mind a 350 ezer kotányi fűszer a fejedben van. Én tudok olyat, amit ritkán használunk, és kevéssé ismert itthon, de most már meg lehet kapni kotányéknál. Például egyébként a korianderlevél, az viszonylag új a mi portfóliónkat, tavaly hoztuk be, és eddig nem volt, és nem is nagyon sokat használunk itthon, általában az ázsiai konyhának a fűszere a korianderlevél, ez például az egyik újdonság. A másik, ami egyébként valószínű, hogy jövőre meg fog érkezni, az pedig a tonkabab. Na én erre gondolom, én reméltem, hogy ezt fogod mondani. De én már tudom, hogy mi van ott. Figyelj, a tonkabab, te szereted hogy vagy a tonkababbal? Ez nagyon egy különleges fűszer, inkább picit érdekes. Tehát ez nagyon-nagyon a szélén van egyébként a kedves fűszereknél. Megterem itthon? Nem. Épp a könyvből néztem utána, és esélytelen, hogy megteremjen. Én egyik termékünkben használjuk egyébként a tonkababot, és nem az édességhez használjuk. Egyébként pont annak az a marcipános, mandulás íze teszi nagyon különlegessé, és ugye a könyvben általában édességhez írják, és egyébként meg nem. Én céklához használom, és valami elképesztő egyébként a kettő együtt.
Tonka babos cékla. Igen, és akkor mondok jó éjszakát, megyek haza főzni, elnézést. Nagyon örültem. Egyet hadd mondjak még. Ezt most ki kell próbálni, úristen. Akkor mondok egy másikat. Na, igen. Tavasszal, és itt most tényleg megint nagyon fúha. Tavasszal az első kertlátogatáskor csináltam egy milföjt, ami karalábé krémmel volt. Tehát a friss tavaszi karalábé, ugyanebből a cukrászkrémmel, mint amit a franciák a krémesbe tesznek. És karalábé volt benne, és próbálkoztam háromféle fűszerezéssel, a tonkababbal, a vaníliával, illetve a marcipánnal. És a tonkabab hozta ki azt a nagyon extravagáns ízt, ami egyébként, ha össze akarnám hasonlítani, a vanília az a legbehízelgőbb volt ehhez a káposztaféléhez. A marcipán ezt a vonalat kicsit erősítette, egy jó minőségű marcipánt daráltam bele, viszont a tonkabab az valamilyen olyan vibráló ízt adott ennek a káposztás, vaníliás, hogy magába a cukrászkrémbe egy picit tettem azért bele, és ez a tojásos, teljes, nagyon mindent kitöltő édeskés krém, ami elképesztő volt, ja, és egrest adtam hozzá. Ő volt a sav, ami nagyon fontos volt hozzá, hogy éljen a tányéron. És csak visszatérve a savak fontosságára az ételekben. Nagyon izgalmas dolgok. Szóval nagyon-nagyon sok mindent megtudtunk így a mai napon, vagy én legalábbis biztos, hogy nagyon sok mindent megtudtam. Önöknek pedig azt javaslom, hogy most ne kezdjenek el főzni, majd holnap. De tudom, hogy sok tennivaló van pedig, meg sok inspiráló, meg izgalmas dolog hangzott el. De én még lehet, hogy még ma este összedobok egy tonka babos céklát. Jó éjszakát kívánok mindenkinek. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Az Egy falat könyv következő epizódjában Szabadfi Szabolcs és Trogmájer Éva lesz a vendégünk.